Anna már idézte azt a sort, ami nekem is meghatározó volt, vagy ihletőm volt, ezzel tudhatta köztünk nem valagát, hogy lehet-e ilyet írni véletlenül, vagy arany közben röhögött a markában, vagy reméljük csak röhögött, amikor ezt írtam. Én kisgyerekkorom óta nagyon szeretem az aranyballadákat, és a két első, amivel találkoztam, még olvasni sem tudtam, az Rákócziné és Rozgonyiné balladája volt, mind a kettő a nyitmeséi hűség példája, úgyhogy írtam egy ellenpontot Fehérné. Fehér Gábornénak az a híre járja, fehér a bőre, de fehérebb a mája. Bár már esztendeje múlt, hogy hites asszon, de minden alkalmat megragad, hogy hason. Fekszik hason, oldalt, vagy pedig len háton, de még szívesebben áll ő négy kézlába. Még térdre is bukik, csak szépen kell kérni. Így mondja a fáma, meg az a száz férfi. János nem gyermek már, olyan legény forma, nedve is van elég, mi akkor kifolyna. Arról ábrándozik Fehér Gábor neje, hogy ha más nem akad, beéri ő vele. Nincs egy árva perce, hogy reál ne vágyna, s ha meglátja, menten elcsöppen a nyála. Két alma a melye, hátulról meg hinnye, gömbölyül a fara, mint egy görög dinnye. Gondolkodik János, hisz ha dinnye talán eljő még a napja, hogy begörög alám. Fehér Gábor eljár egri zöldvásárba, hitvese ajtaja hát, ha nem lesz zárva. Szembe jöv az asszony, igen ki van nyalva. Ünneplő szoknyája, réklie van rajta. Haja, szálló, holló, kendő nem borítja, a hangja meg gerle, ahogy megszólítja. Bejönnél-e hozzám holnap éjjel, János? Nincs itthon az uram, messzi van a város. Hiszen menne rögtön, a muszáj nem hagyja. Legkisebb testvérét bízta rá az anyja. Belül a kocsmába délrel durral János, nyöszörög a gyermek bizonyosan álmos. De a bátyja vedel, rossz lőrét szódával, hát ha így megbékél szörnyű balsorsával. Bejösszem a hozzám aranyom Jánoskám, nem jön még az uram, megizente postán. Menne ő, hiába ne fogjon a fröccs el, de hát mihez kezdjen egy ilyen cseppöccsel? Gyere hozzám, János, ez szent minutában, meg kéne dörzsölnöd, úgy viszket a hátam. Pálinkás kenyeret csócsál a kisgyermek. Fenekedik János, ő biz Isten elmegy. Fehér Gábornénak az ajtaja tárva, megbontva az ágya a tiszta szobába. Belép hozzá János, ó, mores tempora, rámered az asszony fedetlen tompora. Pattanja nyerekbe, toporog a lovad. Érzi János, hogy a kemény szándék lovad. Meg kell most lékelnem ezt a görög dinnyét? Vagy szépen, csendesen kiosonjak innét? Kis bicskával dinnyét vágni bajos nagyon, de megöl az asszony, ha parlagon hagyom. Így bámul a vaskos fehérné pinára. Végül térdre borul Elibe imára. Köszönjük szépen! Egyébként egy új összeesküvés elmélet kezd kibontakozni bennem Arany János, hogy ő maga lővi Árpánt. Hát éven megírta a Tollerit újra. Na most, hogy tényleg ilyen nem képzeled arany erotikus verseit, hogy felettek volna? Hát azt a fajta ilyen bajsza alatt mosolygó pajzánságot, ami nem csak... lehet látni, amit éppen. Igen, ami nem csak a tudhat a köztünk nem valagát sorban nyilvánul meg, hanem mondjuk abban is, hogy parasztoknak lencsaga, az uraknak szarvastag, kis csillag, lábjegyzet, vastag. Tehát aki ilyeneket megír, attól szerintem egyéb sem áll távol. Igen. Messzire veszek meg ezek a gondolatok, de
Most merült föl a Magyar Tudományos Akadémiában is, ugye módosították a helyesírási szabályzatot, ugye, hogy nagyon sok olyan szó volt, ami hát kétértelmű, például a faszék, ugye? És eddig ugye beírtuk, és teljesen meg voltunk zavarodva, hogy ez most egy tárgy, vagy egy fura család, ugye? Én egy piercingre gondoltam egyből. Ez a külföldön mindent megold, tehát nem kellett elhozni a homály, meg jövő anyának idejében nem volt az a helyesírási probléma. Igen, mert szerencsére ez nyilván nem is ortografikusan, hanem inkább így fül után. Igen. Jó, hát nagyon szépen köszönöm a kimerítő válaszokat. Köszönöm. És akkor még egyszer mondtam.